Üdvözlöm a filofizika nézőit! A 16. század végére minden készen állt a bolygómozgás valódi természetének felismeréséhez. Az ellipszis pályák felfedezését, az új heliocentrikus világkép kinematikai bizonyítékát Johannes Keplernek köszönhetjük. Alig 6 éves korában édesanyja megmutatta Keplernek az akkor feltűnt fényes üstököst, ami a csillagászat felé fordította a gyermek érdeklődését. A kiemelkedő matematikai képességekkel rendelkező ifjú a Tübingeni Egyetemen ismerkedett meg Kopernikusz heliocentrikus rendszerével. Kepler 1594-től a Grácz Egyetemen tanított matematikát és csillagászatot. Közben naptárakat készített, melyek szokás szerint asztrológiai, továbbá meteorológiai jóslatokat tartalmaztak. Kepler már egyetemi diáktársait is elszórakoztatta a horoszkópokkal. Bár mélységesen meg volt győződve az egyén és az univerzum szoros kapcsolatáról, a csillagjóslást csak jövedelem kiegészítésnek tekintette. Nem hitt az asztrológiában. Úgy vélte, a jóisten minden teremtett lény megélhetéséről gondoskodik, a csillagásznak adja az asztrológiát. A horoszkópok készítésének okát jól ismerjük Madách Imre drámájából, az Ember tragédiájából. Csillagászati elképzeléseit Kepler 1596-ban adta közre a Mysterium Cosmographium a világ rejtélye című könyvében, amely nagy hatással volt további sorsára. Úgy vélte, a bolygópályák mérete kapcsolatban van a szabályos testek körét gömbök átmérőjével. A misztikus nézetek mellett azonban már megjelenik az a gondolat, hogy a bolygókat a nap tartja meg a pályájukon. A távoli bolygók azért haladnak lassabban, mert a távolság növekedésével csökken a hatás erőssége. A Mysterium Cosmographiumra felfigyelt Tycho Brahe is, aki meghívta Kepler Prágába. Évtizedes mérései alapján a kiváló matematikusra bízta saját elméletének igazolását. Kepler persze inkább a Mysterium Cosmographium állításait akarta ellenőrizni. Brahe hamarosan meghalt, második Rudolf pedig Keplert nevezte ki udvari csillagásznak. Kepler munkáját nagy mértékben nehezítette, hogy Brahe megfigyeléseit az örökösök akadékoskodása miatt csak évek múltán tudta megszerezni. Az első két Kepler törvény az 1609-ben megjelent Astronomia Nova új csillagászat című könyvében szerepel. 1612-ben meghalt második Rudolf. Az egyre fokozódó vallási meg politikai ellentétek következtében a luteránusokat elüldözték Prágából. A következő évben Kepler Linzben talált matematikusi állást. Sorsa meglehetősen tragikusan alakult. Felesége és fiai meghaltak. Linzben újra megnősült, de első három gyermeke szintén elhunyt. 1630-ban Kepler Regensburgba utazott a birodalmi gyűlésre, hogy a munkabérével tartozó császártól behajtsa az adósságot. Érkezése után néhány nappal azonban megbetegedett, majd rövid idő múlva meghalt. Kepler érdeklődése sok mindenre kiterjedt. Többek között írt egy tanulmányt, amelyben megmagyarázta a hópelyhek alakját. Egyik legfontosabb műve a dioptrice tartalmazza a kisszögekre vonatkozó törési törvény, melynek alapján bevezeti a valódi és virtuális kép fogalmát, illetve leírja a Galilei féle és a Kepler féle távcsövet. Kitér a szemlencse működésére, továbbá felismeri a távcsövek nagyítására vonatkozó képletet. Kepler még a boros hordók térfogatának meghatározásával is foglalkozott. A bolygómozgás harmadik törvényét tartalmazó Harmonices Mundi, a világ harmóniája, 1619-ben jelent meg. Ebben a műben sem szakított a kozmikus harmóniára vonatkozó nézeteivel. Kapcsolatot keresett a zenei hangközök és a bolygópályák között. Égi kórusa szerint a basszus szólamot a Jupiter és a Szaturnusz képviseli, a tenor szerepét a Mars, az altot a Vénusz és a Föld, míg a szopránt a Merkur szólaltatja meg. A harmóniákat magunk is meghallgathatjuk például egy Wolfram projekt segítségével. Kepler élete, a világ harmóniájára vonatkozó gondolatai több zeneszerzőt megihlettek. Paul Hindemith hasonló címmel szimfóniát és operát is alkotott. Az operában a komponista a bolygókat saját kromatikus zenei rendszerének metaforájaként használja fel. A rövid szimfónia a tervezett opera részleteiből készült. A szerző legjobb zenekari művének tartják.
fellelhető a YouTube-on, érdemes meghallgatni. Philip Glass amerikai komponista operájában az egyes epizódok Kepler életét és gondolatait állítják szembe a teremtés történettel. Háttérben a 30 éves háború borzalmaival. Sajnos a YouTube-on csak rövid részleteket találunk a zeneműből. Glass egyébként előzőleg Einsteinről és Galileiről is alkotott operát. Lássuk végre Kepler felismeréseit, a bolygó mozgás törvényeit. Tycho Brahe több évtizedes pontos méréseinek felhasználásával Kepler megszerkesztette a Mars pályáját. Első lépésként meghatározta a Mars keringési idejét a nap körül, melynek hossza 687 nap. Ennyi idő múlva a Mars pályájának ugyanazon a pontján tartózkodik, persze a pályát nem ismerjük. A Földről nézve azonban nem ugyanabban az irányban látszik az égen, hiszen közben a Föld nem tesz meg két teljes kört a nap körül. Ezért aztán a bolygó keringési idejét, az úgynevezett sziderikus periódust a megfigyelések alapján, de csak számítással lehet meghatározni. Ennek módját a videóhoz mellékelt PDF-fájban mutatom be. A Mars tehát 687 naponként pályájának ugyanazon a helyén tartózkodik. Ennek ismeretében Kepler zseniális módon először megszerkesztette a Föld pályáját. Az egyszerűség kedvéért tekintsünk egy olyan időpontot, amikor a Nap, a Föld és a Mars ebben a sorrendben ugyanarra az E egyenesre esik, ezért a Mars éppen a Nappal szemben látható az égbolton. A csillagászok ezt az elrendezés szembenállásnak, azaz oppozíciónak nevezik. 687 nap elteltével ismét jegyezzük fel a Mars helyzetét az égen. A csillagokhoz viszonyítva megállapítható a két pozíció látószöge, vagyis a Földön és a Marson áthaladó két egyenes alfa hajlásszöge. Most rajzoljuk fel egy lapra tetszőlegesen a napot meg a Marsot, majd húzzuk meg az E és F egyenest. Vegyük észre, hogy ehhez nincs szükségünk a Föld pozíciójára. Mérjük meg a második időpontban a Nap és a Mars szög távolságát, a béta szöget, amely megfelel a Földet és a Marsot összekötő F egyenes, illetve a Földet és a Napot összekötő G egyenes hajlásszögének. Mivel a háromszög szögeinek összege 180 fok, ezért az E és a G egyenesek hajlásszöge 180-α-β. Ennek ismeretében meg tudjuk rajzolni a Földet és a Napot összekötő G egyenest. Az F és a G egyenes meccéspontja megadja a Föld helyzetét a második időpontban. Vegyük észre, hogy szerkesztés közben csak is a Földről mérhető szögeket használtuk fel. Több különböző oppozícióra megismételve az eljárást, megkapjuk a Föld pályáját a Nap körül. A szerkesztés független a bolygópálya centrumára vonatkozó elképzelésünktől. Megszerkesztettük, hogy a Föld a Nap körül kering. A földpálya ismeretében megrajzolhatjuk a Mars pályáját. Tekintsük a Föld két olyan pozícióját, melyet 687 nap választ el egymástól. Ennyi a Mars keringési ideje, tehát a Mars mindkét időpontban pályájának ugyanazon a pontján tartózkodik. Megrajzolva az irányokat kijelölő, a Földön áthaladó egyeneseket, a két egyenes meccéspontja megadja a Mars pozícióját ebben az időpontban. Ezt az eljárást többször megismételve kirajzolódik a Mars pályája. Ha valaki szeretné valóban elvégezni a szerkesztéseket, akkor a videó alatt talál megfelelő adatokat. Megjegyzem, a csillagászok az irányok megadására az úgynevezett ekliptikai hosszúságot használják. A két pozíció látószögét az ekliptikai hosszúságok különbsége adja meg. Kepler megállapította, hogy a Mars és a bolygók nem kör, hanem ellipszis pályán keringenek a Nap körül. A Nap pedig nem az ellipszis középpontjában, hanem az egyik fókuszában helyezkedik el. Nem foglalkozunk az ellipszis, illetve a fókuszpont definíciójával. Az érdeklődők megtalálják például a Wikipédia szócikkeiben. Ez volt tehát az előző évszázadok, évezredek csillagászainak legnagyobb tévedése. Azért kellett alkalmazniuk bonyolult epiciklusokat, mert ragaszkodtak a körpályákhoz. Modelljük viszont pontosan működött. Be lehet bizonyítani, hogy az ellipszis ekvivalens a középpontja köré rajzolt deferens körön mozgó epiciklusokkal. Kinematikai szempontból tehát a két modell egyenértékű egymással. Ptolemaiosz modellje is megfelelően írja le a valóságot.
Kepler felismerése azonban nagy mértékben egyszerűsítette a számításokat, hiszen elegendő minden egyes bolygóra felvenni egyetlen ellipszist. Megjegyzem, Keplernek óriási szerencséje volt. A legtöbb nagybolygó pályája ugyanis jó közelítéssel körnek tekinthető. A legnagyobb eltérés a körpályától a Plutónál és a Merkurnál mutatkozik. A Plutót még nem ismerték, a Merkur viszont mindig a nap közelében látható, így nehéz megmérni a pontos égi pozícióját. Utánuk azonban a Mars következik. A Mars pályának a körtől való eltérése, az úgynevezett excentricitás majdnem egy tized. A nulla excentricitás jelenti a szabályos kört, az egy pedig egy teljesen összenyomott körnek, egy egyenes szakasznak felel meg. Itt a Föld és a Mars pályája látható, méret arányosan ábrázolva. A szabályos kört szaggatott vonallal rajzoltam meg. A Földnél talán észre sem vennénk a pálya lapultságát, a Marsnál azonban már nyilvánvaló az eltérés a körtől. Szerkesztése alapján Kepler is felismerte. A bolygómozgás elemzésével Kepler rájött arra, hogy a napot a bolygóval összekötő szakasz, az úgynevezett vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. A csillagászok megfogalmazásában a vezérsugár területi sebessége állandó. Ennek következtében a bolygók napközelben gyorsabban, naptáholban pedig lassabban mozognak. Hoppá! A sebességük tehát függ a naptól mért távolságtól. Talán a nap módosítja a sebességet. Talán a nap mozgatja maga körül a bolygókat. Közeledünk a gravitáció felismeréséhez. Kepler második törvénye lehetővé teszi az ellipszis pálya mozgó égitest helyzetének meghatározását egy tetszőleges időpontban. Ennek módját a videóhoz mellékelt PDF fájlban mutatom be. A Mars pályához hasonlóan meg lehet szerkeszteni a többi bolygó pályáját is, meg lehet határozni a naptávolságukat csillagászati egységben. Az univerzum harmóniáját kereső Kepler összefüggést talált a naptávolság és a keringési idő között. A naptávolság köbe egyenesen arányos a keringési idő négyzetével. Naptávolság alatt az ellipszis pálya fél nagy tengelyét értjük, amely körpálya esetén megegyezik a körsugarával. Ha a távolságot csillagászati egységben, a keringési időt pedig évben mérjük, akkor ez utóbbi ismeretében kiszámíthatjuk a nap körül keringő égitestek naptávolságát. Kepler harmadik törvénye alapján felmérhetővé vált a naprendszer. Ha megfigyeljük például, hogy a Ceres kisbolyó keringési ideje 4,6 év, akkor könnyen meghatározhatjuk a pálya méretét. Az ellipszis fél nagy tengelye, egyébként az átlagos naptávolság 2,8 csillagászati egység. A Ceres tehát a legtöbb kisbolygóhoz hasonlóan a Mars és a Jupiter között kering a nap körül. Kepler soha nem tért ki arra, hogyan fedezte fel az összefüggést a naptávolság és a keringési idő között. Az biztos, hogy sokféle képletet kipróbált. Manapság az Excel segítségével nagyon gyorsan célhoz érnénk. A diagramon a csillagászati egységben mért naptávolságot ábrázoltam az években mért keringési idő függvényében. Mivel Kepler idejében még nem ismerték a pontos értékeket, az adatokat egy tizedesre kerekítettem. Az Excelben különböző típusú trendvonalakkal próbálkozhatunk. A legjobb eredményt az úgynevezett hatványos, vagyis exponenciális típus szolgáltatja. A szorzó tényezőt jó közelítéssel egynek vehetjük. Ha kicsi egész számok hányadosaként akarjuk felírni a kitevőt, akkor a 648 ezredet 2/3 közelíthetjük. Így a naptávolság a keringési idő 2/3 hatványának felel meg. Mindkét oldalt köbbre emelve megkapjuk Kepler harmadik törvényét. Az Excelben a trendvonal készítésénél kérjük az egyenlet megjelenítését a diagramon. Mint már említettem, Kepler heliocentrikus rendszere matematikai szempontból egyenértékű a Ptolemaioszi rendszerrel. Kepler azonban Kopernikusznál sokkal egyszerűbb, jól működő elméletet alkotott a bolygómozgás leírására. A két kinematikai szempontból ekvivalens modell közti döntést a mozgás okának felderítése a dinamika szolgáltatja. Csak hogy erre Newton fellépéséig még várni kellett néhány évtizedet. Kepler elméleti vizsgálataival nagyjából egy időben egy itáliai tudós, Galileo Galilei a földi mozgásokkal kísérletezett. Eredményeivel sorozatunk 18. részében már részletesen megismerkedtünk.
1609 körül azonban Galilei hírét vette, hogy Hollandiában feltalálták a távcsövet. Ezért félbeszakította mechanikai tanulmányait, és teleszkópot készített magának. Ha a távcsőkészítésben nem is, de az égbolt távcsöves tanulmányozásában mindenképpen Galileié az elsőbség. Megfigyeléseivel sorra döntötte Arisztotelész állításait. Felfedezte a hold hegyeit, tehát az égitestek nem tökéletes gömb alakúak. A napfoltok megjelenése és eltűnése arra utalt, hogy az égitestek nem változatlanok. Ráadásul a napfoltok mozgása a nap tengely körüli forgását jelezte. A Vénusz fázisai egyértelműen bizonyították a nap körüli keringést, továbbá azt a tényt, hogy a bolygók a napfényét verik vissza. Ugyanakkor a hold fázisai a Föld körüli keringéssel magyarázhatók, ami némi zavart okozott a heliocentrikus világkép híveiben. A Jupiter körül keringő holdak felfedezése azonban megmutatta, hogy a bolygók a nap körül, holdjaik pedig a bolygók körül keringenek. Galilei azt is észrevette, hogy a bolygók korong alakúak a távcsőben, a csillagok viszont pontszerűnek látszanak, csak úgy, mint szabad szemmel. Vagyis a bolygók jóval közelebb vannak hozzánk, mint a csillagok. A tejút ködös sávját felbontotta csillagokra, ami egy hatalmas csillagváros elképzelését vetítette előre. Galilei a Sidereus Nuncius, azaz a Csillagok hírnöke című könyvében már 1610-ben közé tette megfigyeléseit. A könyv óriási szenzációt keltett. A velencei angol nagykövet azt írta jelentésében, hogy még az utcasarkon is erről beszélnek az emberek. Galilei egyszerű és világos stílusa hozzájárult a könyv sikeréhez. Új latinul a nép nyelvén írt. Felkeltette a nagyközönség érdeklődését a tudomány iránt. A tudomány kezdett divattá válni, jegyzi meg Simonyi Károly a Fizika Kultúr története című könyvében. Galilei felfedezései egyértelműen bizonyították a földi és égi világ egységét, megerősítették a kopernikuszi tanokat. Munkásságának következtében tarthatatlanná vált az egész arisztotelészi fizika. Felismeréseit egyenértékűnek tekintették Amerika felfedezésével. Dicsőségét költemények énekelték meg, ami nem sokszor fordult elő a fizika történetében. Einstein így fogalmazott Galilei egyik könyvének 1953-as kiadásában. Előttünk áll egy ember, akinek szenvedélyes akarata, intelligenciája és bátorsága van ahhoz, hogy mint a józan gondolkodás képviselője szemben álljon azok csapatával, akik a nép tudatlanságára, továbbá a papi és professzori köpenyben tanítók hanyagságára támaszkodva az elfoglalt hatalmi pozícióikat védelmezik. Nem csoda, hogy az egyház hamarosan felismerte Galilei felfedezéseinek veszélyét. Ha Arisztotelész ennyi dologban tévedett, akkor talán az egész világképe megkérdőjelezhető. Márpedig az egyház nem tűrhette Arisztotelész elvetését. Ezzel ugyanis az egész keresztény, úgymond tudományos világkép alapjai remegtek meg. S ha ezt megengedik, bizony sorra dőlt volna a többi dogma is. Ha a Föld mozog, elveszti állandóságát a világétemben, akkor talán a földi dolgok, akár a társadalmi rendszerek sem olyan állandóak, mint ahogy azt a korabeli világi és egyházi hatalmasságok szerették hirdetni. S ha fordul a kocka, talán azok kerülnek felülre, akik addig alul voltak. Ez a lehetséges következmény pedig már nagyon nem tetszett az uralkodó osztályoknak. Nem állítom, hogy a hamarosan bekövetkező angol polgári forradalom ezekből az elképzelésekből merítkezett, de bizonyára szerepet játszottak a felvilágosodás eszméinek kialakulásában. Nem arról volt szó tehát, hogy a nap vagy a föld körül keringenek-e a bolygók. Ez a kérdés a hétköznapok emberét valami kevéssé érdekelte. És az egyház próbálta erősíteni, hogy ne is foglalkozzon vele. Erre szemléletes példát ad Stefano Landi Szent Elek című operája, melyet 1632-ben alig egy évvel a Galilei per előtt mutattak be Rómában. Érdemes megnézni belőle egy rövid részletet, melyet két kópé ad elő. Elvesztette az eszét, ki aggódva gondol arra, mire virradhat holnapra. A meglehetősen cinikus szöveget Giulio Rospigliosi bíboros írta, akit később 9. Kelemen néven pápává választottak. Életveszélyes dolog volt akkoriban Arisztotelész tanait megkérdőjelezni.
Csak néhány évvel a társcső felfedezése előtt, 1600. február 17-én csaptak fel Rómában Giordano Bruno mágiájának lángjai, amiért a tudós a keresztény tanúkkal ellentétben a napközéppontú világképet, a lakott világok sokaságának lehetőségét hirdette. Giordano Bruno sorsában évszázadokon át sok tízezer társa osztozott Európa szerte, akiket a keresztények eretneknek kiáltottak ki. A mai emléknap dömping közepette, február 17-e lehetne az inkvizíció áldozatainak emléknapja. Nem valószínű, hogy ez a javaslatom elnyerné a jelenlegi politikai hatalmak rokonszenvét. Galileit a Párbeszédek a két világrendszerről című híres könyvének megjelenése után az inkvizíció 8. Orbán pápa ösztönzésére perbe fogta. Letartóztatták, hosszú időn át magánzárkában tartották, kérdésekkel gyötörték és kínzással fenyegették, majd 1633. június 22-én börtönbüntetésre ítélték az aktudóst, műveit pedig betiltották. A vezeklőknek előírt hosszú köntösben térden állva kellett esküdnie. Őszinte szívvel és hamisítatlan hittel megtagadom, elátkozom és megvetem a fent említett tévedéseket, nevezetesen, hogy a nap a világ középpontja is nem mozog, és a föld nem a világ közepe is mozog. Érdemes elolvasni az eskü teljes szövegét. Galilei további éveit a Firenze közelében lévő villájában, házi fogságban töltötte. Galilei rehabilitálása csak igen lassan, lényegében a newtoni tannok elterjedése után indult meg, amikor már valóban tarthatatlanná vált az arisztotelészi fizika. Hamvait 100 évvel a per után, 1737-ben a firenzei Santa Croce templomban újra temették, és díszes emlékművet emeltek föléjük. A következő évtizedben, 1741-ben engedélyezték először Galilei, majd az összes heliocentrikus világképet hirdető mű kiadását. Persze ez nem az egyház érdeme, hanem a fizika fejlődésének a megkerülhetetlen következménye volt. A tudós de jure felmentésére azonban még sokáig kellett várni. Csak 1981-ben rendelte el II. János Pál, hogy egy bizottság tanulmányozza a Galilei periratait. A bizottságnak a 20. század végén 10 évre volt szüksége Galilei felmentéséhez. 1992. október 31-én, 359 évvel az inkvizíció ítélete után a pápa sajnálkozását fejezte ki a Galileit ért megaláztatás miatt, és megsemmisítette az elmarasztaló ítéletet. 1992-ben, közel negyed évszázaddal az első holdra szállás után. 2009-ben a csillagászat éve kapcsán aztán ismét felerősödtek az egyházat mentegető vélemények. Az évforduló tiszteletére a Vatikán kiadta a Galilei per teljes szövegét. A sajtótájékoztatót tartó Sergio Pagano püspök szerint a Galilei ügy azt tanítja a tudománynak, hogy a hitet és a szentírást érintő kérdésekben óvakodjon irányt mutatni az egyháznak. Értjük ugye, a Galilei ügyből a tudománynak kell tanulságokat levonnia. A fő gondot tehát az okozta, hogy a tudósok hitéleti kérdéseket vagy a Biblia szövegét vitatták, amelyben nem voltak illetékesek. Mintha nem az egyház szólt volna bele tudományos kérdésekbe, és ítélte volna el a heliocentrikus tanok hirdetőit, lásd például az eskü szövegét. Nem véletlenül írta Simonyi Károly híres fizikatörténeti könyvében, hogy Galilei volt az első, aki nem egy általános evilági vagy túlvilági eszméért, hanem konkrét fizikai elméletért, illetőleg tényekért került összeütközésbe a hatalom birtokosaival. A Pálmát a Természetvilága folyóirat 2009-es első külön száma viszi el, amely éppen a csillagászat éve tiszteletére jelent meg. Egyik cikkében a Galilei per tanulságait elemezve próbálja mentegetni az egyházat. Galileinek, írja a szerző, tanai visszavonása mellett csak azt kellett kijelentenie, hogy többet nem védelmezi a heliocentrikus rendszer. Oh, mi semmiség, ne védelmezze a heliocentrikus rendszer. Ja, mellesleg vonja vissza a tanait. Mást igazán nem is kértek tőle. Olvassuk el ismét a tudóst mélységesen megalázó eskü szövegét, ami egyébként besugásra kötelezi. Ebben azért kibújik a szög a zsákból. Míg az eskü megfogalmazói, az inkvizíció élharcosai is elismerték, hogy Galilei igen hatásosan hozott fel érveket a heliocentrikus világkép mellett.
A cikk szerzője megjegyzi továbbá, az inkvizíciót és a pereket csak utólag ítéljük el, akkor általában elfogadott dolognak számítottak. Nem tudom, mit szólt ehhez Giordano Bruno a mágián, vagy akár Galilei az inkvizíció előtt. Bizonyára elfogadott dolognak tekintették elítélésüket. Ilyen alapon utólag bármely hatalmi rendszer bűneit mentegethetjük, hiszen azok akkoriban elfogadott dolognak számítottak, legalábbis a hatalom birtokosainak a szemében. A reneszánsz pápák közismert viselt dolgai után meglehetősen cinikus továbbá a cikknek az a megjegyzése, hogy a kemény reakciókat az egyháznak a lelkek üdvösségért érzett felelőssége váltotta ki. Talán inkább csak a mások lelkeinek üdvösségét védték. Hiszen a szerző következő mondata szerint az egyház sok képviselője nyilván személyes hatalmát is féltette, a lelki üdvössége helyett. Nem kevésbé rosszindulatú a magyar Wikipédia cikkesem, amely közvetve szintén mentegeti az inkvizíciót és a pápát. Megismétli azt az érvet, hogy Galileinek nem voltak döntő bizonyítékai a napközéppontú világképre. Döntő nem, de hatásos igen, lásd az eskü szövegét. Vajon az egyház milyen döntő bizonyítékokkal rendelkezett a földközéppontú tanok helyességére vonatkozóan? Azt hiszem, meglehetősen elragadtattam magam, mint mindig, ha szóba kerül az egyház világi hatalma és önző hazug politikája. Így aztán a folytatásra, a gravitációs törvény felismerésére a következő részben kerül sor. Addig is, a viszontlátásra!